Még most is kerülnek elő újabb megrázó videók arról a pillanatról, amikor az első lövések dördültek el a Las Vegas-i koncerten. A felvételeken látszik, hogy az emberek sokáig nem tudták, mi történik. A tragédia másnapja már a gyászról szólt, Amerika szerte rengetegen emlékeztek az áldozatokra, Las Vegasban sokan az utcán gyújtottak gyertyákat. Hullámokban tör rám, hogy mi is történt. Épp a harmadik dal tartott, amikor meghallottam a lövéseket. Azt hittem tűzi játék, vagy hogy valaki petárdákat hozott be. Aztán az első sorozat után rájöttem, hogy menekülnünk kell. Megragadtam a barátomat, és csak futottunk, mondja ez a szemtanú. A támadó ennek a szállodának az ablakából nyitott tüzet a koncertező 10 000-es tömegre, legalább 59-ükkel végzett, és több mint 1500 embert megsebesített. Közben egyre többet lehet tudni a támadóról is. A 64 éves Steven Paddock hotel szobájában több tucat fegyvert, lakásán pedig robbanószereket és még több pisztolyt találtak. A férfi indítékai azonban még mindig nem tiszták. Az akciót ugyan magára vállalta az iszlám állam, az FBI cáfolta, hogy bármi utalna terrorista szálakra. A támadó ráadásul szomszédjai és testvére szerint is csendes ember volt, öccse annyit árult el, szenvedélyes szerencsejátékos volt. A szenátus demokrata politikusai a fegyvertörvények szigorítására hívták fel a figyelmet, a Fehérház szerint azonban egyelőre korai ilyesmiről beszélni. Na, menjünk körbe röviden. Azt akarom kérdezni, hogy ebből a szörnyű történetből kinek mi a fontos? Nekem a fegyvertartási szokások, és szerintem ez egy kudarc az USA-nak, hogy többen halnak meg saját állampolgáraik által fegyver miatt, mint mondjuk bármilyen más balesetben, vagy egyéb természeti katasztrófában. Ez így tarthatatlan. Tehát az, hogy sorhatatövő fegyvereket... Veszélyes ez az ország, igen? Emiatt, és a saját állampolgáraira. Csak regisztráció van, de utána eladhatod akárkinek. Tehát bemegy, megveszi. Egyébként tényleg ez egy katasztrófa. Attila, neked mi tűnt fel ebből? Hát igazából nekem is egyből ez, hogy mi volt a reakció. A Fehérház egyből azt mondta, hogy korai még ez alapján. Tehát nem ez az egy eset volt, hanem hányadik esetnél tartunk, iskoláknál, egyebeknél, az iskolások hozzájutnak a fegyverekhez. Lehet, hogy a demokrácia ez is, de szerintem nem ebbe az irányba kellene elmenni. Az amerikák mindig a hagyományokra iratkoznak, nem tivadar? Hát a fegyvertartás, én is ezt mondanám, de van egy ilyen általános megjegyzésem, hogy sajnos a tehenek, a disznók és a nyúlak, kutyák után az ember háziasítása, ami nem teljesen sikerült. Ez borzalmas, hogy vannak ilyen esetek. Hazajövök, mert az előbb a lőtelekről szó volt, Isten őriz, nem akarok semmit összehasonlítani. Sajnosan Kalasnyikóval lőttek hasba egy embert. De az is egy amerikai volt, vagy 57 kanadai? 57 géppisztolyt lehet bérelni Sajnosan, úgy hirdetik, hogy jó móka, legénybúcsúhoz vállalati cégeknek, és lehet kapni egy ilyen pólót 2500 forintért, amit szétlőheti az ember, és akkor büszkén viselheti, hogy ő lőtte szét. 197 lőteret épít az állam 27 milliárdból. Biztos, hogy ezt meg kéne építeni? Jó. Én azt gondolom, hogy amit előbb is említettem, az erőszak és a félelem az, amit én hát kiemelnék, és azt, hogy amikor... Nem könyvcímlen, de könyvcímlen. Erőszak és félelem, tényleg. Vagy egy amerikai szöveg. Ez nagyon jó, nagyon jó. És hogyha megnézzük a filmeket, amik mennek, nekem ugyan nincsen tévém, de néha azért ismerős, hogy megnézem, hogy mégis mi megy a műsorön. Igen, elből, most már több évtizede. Hogy tulajdonképpen azok, amikor a gyerekek felnőnek és látják a filmen, hogy itt mindenki lő, csal, hazudik, lop, de inkább ugye lövöldözik egymást, lehet, hogy így eltűnik a valóság és a képzelet között az a határ, amit meg kellene tartani, és hát ez is olyan búr. Ez pont olyan, mint a Tom és Jerry-ről, annak idején azt mondták, hogy ugye egy Tom és Jerry egy sima bejátszásban legalább 5-ször hal meg a macska, vagy legalább olyan sérülés szenved, és mindenki azt mondta, hogy de ezt azért a gyerekek tudják. Ma már én azt látom, hogy nem feltétlenül tudják. Tehát ma már videójátékok korszakában esetleg azt hiszik egy ilyen után, hogy nem baj, majd van még 3 élete. És nincsen. És egy kicsit tényleg, amit Éva is mondott, hogy elmosódik a valóság és az álom megadása között a különbség. Pont az van, videójátékokat lehet játszani igazi géppisztolyokkal. Ez már nem az a hagyományos, hogy ott Damilon oda jön, hogy hanyas lőttem abba a kis lőttem, amit az MHS-nél. Még tanítottam az egyetemen, amikor ezt a hírt beszéltük meg a diákokkal. New Yorkban 3 kisrác, ilyen 10 év körüliek,
bemásztak az állatkertbe, hogy játszanak a jegesmedvékkel. Mert látták ezeket a természetrajzi filmeket, amit nem rajzfilmek, hogy ezek a helyes mackók ott battyognak, a bocsok utánok, meg mit tudom, hogy ők játszani akarnak. És hát széttépte a három gyereket, tehát a virtuális valóság, vagy a televízió, igen, így. De nem ezt akartam mondani igazából, hanem azt, hogy annak idején, amikor volt a Clinton-Trump vita, én szinkronizáltam a Trumpot. Ezért aztán megjegyeztem, hogy volt egy nagyon fontos érve. Azt mondta, hogy Chicagóban évente több mint 3000 polgártársunk hal meg erőszakos bűncselekmény áldozata. És mind afroamerikai, és az elkövetők is afroamerikaiak. Hogy valamit az afroamerikai közösségek kezdeni kell. És most, amikor ez a Las Vegas-i szörnyűség megtörtént, az interneten találtam egy cikket, ami így kezdődött. Tavaly Los Angelesben 4300, nem, úgy kezdődött, ha 4300 fehéret lőttek volna nagyon Chicagóban, akkor forradalom tört volna ki Amerikában. De Chicagóban tavaly 4300 feketét tölt meg, ugyancsak fekete, tehát afroamerikai. És senkit nem érdekel. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ugyan már ez a Las Vegas hova jön ahhoz képest, hogy több mint 4000 afroamerikai gyilkoláztak le a tipikus roncsvárosban, vagy rozsdaövezetben, de azért ezen is el kéne gondolkodni. Az amerikai focisták egy része most azt vetette fel, hogy a fehér közösség egy részével valamit kezdeni kell. Ők melyik részére gondoltak? Hát akik... Nyilván. Jó. Meg mondjuk, igen, mi jár azért, hogyha egy rendőr egy fekete bőrű afroamerikait öl meg. Szinte semmi, ugye erre láttunk egy csomó esetet az USA-ban az utóbbi évekből. Igen, de az ember élet nem ér annyit, ugye erre van a fekete életek is számítanak mozgalom. Az, hogy nem ér annyit, ez is azért jön elő, és akkor megint visszakanyarodunk a sajtó, meg a bors, meg a többi felelősségére, hogy mi a fókusz. Az nem hír. Az nem hír, hogy megölt 4300 feketét, mondjuk ugyanannyi fekete. Jó, de ezek az igen, hogyha a fehérbe... Ahol ott áll a rendőr, igen, és nem emelnek vádat ellene, mert hogy ez az ő feladatkörében elkövetett dolog, és ezen persze lángba borulnak olyan külvárosok, ahol viszont afroamerikaiak élnek. Igen, és aztán kirombolják az üzleteket. Szóval, hogy ez egy nagyon komoly feszültség azért, hogy... Erőszak és félelem. Jó, akkor... ez egy jó film cím tényleg. Uh-huh. Mondja még egyszer, hogy... Erőszak és félelem. Jó, megöldjük a pontot. A következő könyv a cím. Jó, viccettem. Reklám, aztán folytatjuk.